Festmények, grafikák, de még szobrok is láthatók a pécsi Rátszaladár közösségi ház kiállító termében. Azonban ezeket nem csak nézni lehet, mondja a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnöke. A Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesületünk a Rátszaladár közösségi házhoz elmúlt közel 33 évben több száz egyéni és társas kiállítást szervezett, több száz művésszel találkoztunk, és úgy gondoltuk, hogy a Covid nem csak az előadó művészeket sújtotta, hanem a képzőművészeket is, és mivel szeretjük a képzőművészeket, a Hontalan barátom, Kovács József Hontalan nagyon sok művésszel ismertetett meg minket, romával és nem romával, és a kiállításon most, az adventi kiállításon számos olyan kép látható, amilyen barátságokból indult. Nagyon büszkék vagyunk arra például, hogy Boris Szalamaha horvát menekült festőnek itt volt Magyarországon először kiállítása a régi közösségi házunkban 92-ben, és arra is büszkék vagyunk, hogy nagyon sok más nemzetiségi művész, például Trisler Ferencnek az alkotása is láthatók, amik tőle vásároltunk, és a roma művészek közül nyilván nagyon büszkék vagyunk Péli Tamásra, akitől festményt nem tudunk bemutatni, de egy nagyon szép grafikai kiállításunk van, amit most itt elhoztunk is, a fő attrakcióját jelenti a vásárnak, és számos olyan kép is látható, amely ebbe a témába született, és azt gondolom, hogy az advent kapcsán fontos a három királyoknak a története, hogy nekünk is nagyon bölcsen, ugye ez egy házak adnak felkészülési időst egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódóan, és úgy gondoljuk, hogy nekünk is a betlehemi csillagot kell keresni, követni, megtalálni a fényt, megtalálni a jászolba Jézust, bármilyen arcú is, ha fekete, ha sárga, ha részbőrű, ha barna, azt gondolom, hogy ezt az egységet kell, a kulturális egységet közvetíteni, nem a biológiai másságot, az csak színeltérés. Én azt gondolom, hogy ha itt megnézzük a képeket, akkor azt láthatjuk, akár még egy művészettörténész is nehezen tudná megmondani, hogy ezek közül most már ki a roma és nem roma, és más nemzetiségi művész. Azt gondoljuk, hogy ez egy áttekintést ad az elmúlt kiállításokról, amelyek itt voltak a Rátszaladár közösségi házba, és jól tükrözi a nyitottságunkat, azt az elvet, hogy a cigányoknak nagyon sok barátot kell hozni ahhoz, hogy a helyzete megváltozzon, sok támogatóra van szükség, és egy város akkor gazdag, és akkor megy jó felé a szekere, a gazdag polgárok alkotják, akik szolidaritást vállalnak, akár a művészet pártolására is, és várjuk azokat a tehetős polgárokat, pécsi polgárokat, akik tartós művészeti értéket szeretnének karácsonyra a szeretteinek vásárolni, hogy megtehetik ezt itt a Rátszaladár közösségi házban. A kiállítás és a vásárunk az kettős, egyrészt a közösségi ház értékeiből állítottunk ki képeket, ezek a Rátszaladár közösségi ház működését fogják segíteni, ha sikerül értékesíteni, de felhívással éltünk a pécsi művészekhez, hogy be lehet hozni alkotásokat és lehet árusítani, és nem kérünk érte semmilyen százalékot. Mi úgy szoktuk ezt csinálni, hogy a befolyt összeget a művészekhez fordítjuk vissza, elsődlegesen a művészek családjainak megsegítésére, mert rossz helyzetben vannak. Tehát, hogyha mindig ezt tettük, nem csak az akciók kapcsán, nem csak az adventi vásárok kapcsán, karácsonyi vásárok kapcsán, hanem mindig, ha sikerült valakitől értékesíteni alkotást, akkor újra attól a művésztől vásároltunk. 57 művésztől állítottunk ki, kettő művész hozott eddig be alkotást ezek közül, és reméljük, hogy a továbbiakban még jelezték, hogy várhatunk új alkotásokat. 84 alkotás látható a kiállításon, és reméljük, hogy a hétvégéig még érkeznek alkotások, és lehet
raktárból is egyébként válogatni, tehát hogyha valakit nagyon érdekel, vagy nem találja meg a jelent képek közül, alkotások közül, amit ő meg szeretne vásárolni, még raktáron is vannak készleteink. Kosztics István azt mondja, nincsenek kötött árak. Megadtak egy összeget, de alkudhatnak is az érdeklődők. Erre is felkészültek. Az adventi műtárgyvásárokra a Rácz Aladár Közösségi Házba várják a vevőket Pécsen, a József utcában.